Budapesttől egy órányi autózásra található a lovasberényi erdészet gyöngyszeme, a Luisa Major tó. Az erdészet a Velencei-hegység északi oldalán fekszik, amely mintegy 4000 hektár erdőterületen helyezkedik el. Itt található a festői Luisa Majori mesterséges erdei tó, melyet a Rovákja patak vize táplál. A 20 hektáros tó és mesés környezete a hazai horgászok és természetbarátok kedvelt célpontja, mely 5 vadonatúj kulcsos házzal is gazdagodott. Lovasberényi erdészetünk területén ez egy különleges hely, hiszen ez a Luisa Majori horgásztó, ez az erdészetünknek egyik kincse. Azt lehet mondani, hogy egy olyan páratlan lehetőség, ami az erdőgazdálkodás és a vadászat mellett egy újabb lehetőséget biztosít számunkra. A horgásztó önmagában a horgászok által kedvelt hely, hiszen már évtizedek óta járnak ide horgászok, nem csak a környékbeliek, hanem nyilván a horgász társadalom is egy olyan hobbinak hódol, ami a siker élményeket egymás között megbeszélve egy jó pontnak az elejtése messze viszi a tónak a hírét. Ezt mi tapasztaltuk az elmúlt időszakban, és azt lehet látni, hogy nagyon szeretik ezt a Luisa Majori horgásztavat az ide látogatók. Nem csak horgászokat tudunk fogadni, a most elkészült új beruházásunk turistaházként funkcionál, hiszen ez az 5 darab faház 25 fő elhelyezésére alkalmas családoknak, baráti társaságoknak, kötetlen összejöveteleknek, ami itt a tópartján egy olyan kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosít, nem csak horgászat, hanem itt a területünkön, ezen a 4000 hektáron, a Velencei-hegységben a tanösvényeink az egyes erdei túrákhoz egy kiváló lehetőséget biztosít, hogy megismerjék a Velencei-hegységnek az élővilágát, a tónak a madárvilágát, a körülöttünk lévő vadállományt, és nem utolsó sorban az erdeinknek a sokszínűségét. Mert járvány van, azért az élet nem áll meg, és tökéletesen érzékeli az ország lakossága azt, hogy ha külföldre nem lehet menni, végre merem mondani, fölfedezi azokat a csodákat, azokat a szépségeket, amelyeket rejt Magyarország. Ezek után nem csak a felfedezés van, hanem a megvalósulásra is sor kerül, és az erdőgazdaságok által több éve gyönyörű szépen végrehajtott berdások eredményeképpen látogatnak el ezek az emberek az erdőbe.